Kegyelem nektek is békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit Lukács evangéliumából a következő ige szakasszal. Jézus arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. Így szólt. Az egyik városban volt egy bíró, aki Istent nem félte, az embereket pedig nem becsülte. Élt abban a városban egy özvegyasszony is, aki gyakran elment hozzá, és azt kérte tőle, szolgáltas nekem igazságot ellenfelemmel szemben. Az egy ideig nem volt rá hajlandó, de azután azt mondta magában, ha nem is félem az Istent, és az embereket sem becsülöm, mégis mivel terhemre van ez az asszony, igazságot szolgáltatok neki, hogy ne járjon ide, és ne zaklasson engem vég nélkül. Sokféle helyzetben tudunk imádkozni, de hogy mindenkor, arról azért azt gondoljuk, hogy igen nagy elvárás Jézustól. Volt az egyetemen egy órám, amelyen az első századok sivatagi atyáival, azok írásaival foglalkoztunk, és ott azt láttuk, hogy az imádságnak, olykor az egész napos imádságnak mekkora szerepe jut. De könnyű nekik, mondhatnánk. Kivonultak a pusztába, egy barlangba, ahol nincs is más dolguk. Nem kell határidőkre elkészülniük a különböző munkákkal, nem kell nagy bevásárlásokat tartaniuk és előre gondolkodni, nem kell menni a gyerekért az óvodába vagy iskolába, nem kell összeegyeztetni meg annyi tenni valót, amivel nekünk naponta meg kell küzdenünk. Az igazi kérdés azonban nem az, hogy bele tudom-e én tuszkolni azt a néhány imádságot a napi rutinomba, hanem hogy mindennek úgy tudok-e neki indulni az életemben, hogy azt imádságban letettem Isten színe elé, átjárja el nem csak egy napomat, de az egész életemet az Istennel való kapcsolat. Hogy belefáradok-e az imáimba, az összefüggő a hitem mértékével. A példázatbeli beli özvegyasszony annyira vágyta az igazságot, hogy a kitartása még ezt az sem ember, sem Isten nem félő hamis bírót is válaszra késztette. Ha hittel fogalmazom meg az imádságomat, a segít megszűrni az Istenhez intézett kéréseimet is, hiszen világosan látom a hit szemüvegén keresztül, hogy mire van igazán szükségem, mi az, ami a javamat, az üdvösségem javát szolgálja. A hit segít, hogy ne kívánság autómataként tekintsek Istenre és az imádságra sem, hanem mint az életet megtartó és örök élettel megajándékozó Istenre. Amen.